Kiváló minősítést kapott a magyarországi NATO erőket integráló elem a májusi értékelő gyakorlaton, így mostantól a transatlanti katonai szervezet teljes jogú tagjaként szolgálhat, mondta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára minisztere helyettes az egység székesfehérvári központjában tartott sajtótájékoztatóján. Az államtitkár szavai szerint a szervezet tavalyi megalakulásakor kihívást jelentett, hogy csak kevés tapasztalat állt rendelkezésre, illetve párhuzamosan kellett kialakítani az elhelyezést és toborozni a személyi állományt. A kihívás komoly volt tehát, de rendelkeztünk valamivel, ami mindig átlendíti az embert a nehézségeken, ez pedig az elszántság, az a határozott szándék, hogy bizonyítsuk, hogy már Magyarország egy komoly és komolyan veendő szövetséges a NATO szervezetében, amely mindig teljesíti NATO kötelezettségeit. Garas László ezredes, a székesfehérvári NATO szervezet parancsnoka azt mondta, a hidegháború óta nem történt olyan jelentős a közös védelmet erősítő lépés a NATO életében, mint az integráló elemek létrehozása 8 tagországban. Mi nem harcoló egység vagyunk, hanem mi egy vezetési elem vagyunk. A NATO-nak egy térben és időben előre tolt vezetési eleme. Tehát azt jelenti, hogy még a műveletek, esetleges műveletek megkezdése előtt jókorán mi már a műveleti területen vagyunk, gyűjtjük az információkat a műveleti területről, Magyarországról, adatbázisokat hozunk létre, ezeket az információkat a NATO előjáró parancsnokságainkkal megosztjuk, és abban az esetben, hogyha a művelet elkezdődik, akkor nyilván aktíven támogatjuk a csapatoknak a beérkezését.